Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Igazi fonó hangulat uralkodott a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A német nemzetiség gyermekcsoportja táncolt az egyik helységben, míg az idősebbek kézimunkáztak a másikban, miközben előadást hallgathattak meg viseletük változatosságáról. Próbál a Bonyhádi Német Ifjúsági Tánccsoport. Népcsoportjuk táncaikat vinnek terítékre, és szépen haladnak a megtanulásukban. Míg a gyerekek a lépéseket sajátítják el, egy másik teremben a nagyszülők gyülekeznek. Olyan ez, mint hajdan a fonó. Az idősek ezúttal a viseletek sokszínűségével ismerkednek. Ez egy csodálatos felsőnálai viselet, kék festőből, és azért érdekes, mert itt berakások vannak, és a felsőnálaiaknak egész széles volt ez a berakás. És a kötény is azért érdekes, mert alul cikcakos, itt is van rajta egy letűzés. Ezen kívül nem csak ilyen díszek vannak rajta, hanem még virágokat is hímeztek rá, még itt is, valamint még itt hátul. Ez egy csodálatos viselet, és ezen van még egy kis felső. Ez is nagyon érdekes, mert nem mindenhol viseltek a kékfestőhöz egy ilyen felsőt. És ezt itt megfordítom, akkor látjuk ezt a kis kabátkát. Szerettem volna egy válkendőt is készítetni, de sajnos nem vállalják. Tehát még bízom abban, hogy esetleg valaki még ilyet tud készíteni, de sajnos nincs. Eredeti válkendőnk van néhány, de szeretnénk a táncosoknak készíteni. A mutatott ruha azért is érdekes, mert rövidesen ilyen belépnek színpadra az előbbiekben már bemutatott gyerektáncosok. A németek már tavaly nekiláttak a népviseletek és szokások népszerűsítésének, akkor a hagyományos sváb viseletek talán legismertebb darabja, a pacsker volt a téma. Ebben a körben az idős német ajkúak megtanították pacskert kötni a fiatalabbakat, és ennek nagyon nagy sikere volt ennek a projektnek. Havonta egyszer összejöttünk, és nem csak havonta találkoztunk, hanem közben is, ha valaki megakadt, akkor elment egy idős némethez, vagy pedig eljött a táncpróbára, mivel az egész úgy indult, hogy a pénteken délután táncpróbánk van a picikkel, és jönnek mindig a nagyszülők, elkísérik a gyerekeket, és ugye hát ugye nem szoktak nyulatkozni, hanem előkerültek mindig a kézműves dolgok, és kötögettek, hímeztek. És így jött az ötlet, hogy akkor csináljunk egy ilyen kört, hiszen sokan érdeklődtek, hogy lehetne megtanulni pacskát kötni, és ez az előző évben ez megtörtént, megtanulták a pacskerkötést, voltak előadások, ezen kívül még kirándulást is szerveztünk, Budapesten voltunk, megnéztük a kézműremek kiállítást, és olyan jó kis közösség kovácsolódott össze, hogy azt mondták, hogy ebben az évben is folytassuk a munkát. Idén a kézimunkázás témakörében hallgattak meg előadásokat, és lesznek bemutatók is. Készítettek goblányt, megtanultak stoppolni és netzelni is. Ezúttal Tili Jánosné babáin tanulják meg a viseletek sokszínűségét. Ez egy vémendi úgynevezett halctuk, tehát válkendő. A babák, illetve babának a vállán van, illetve hát vállon hordták, és akkor így hátul összekötötték. Ez inkább nem sokat melegített a vállát, egy kicsit inkább a szépség miatt volt. Felsőnánai baba, aminek a lábán ugye hosszú pacsker, lange pacsker van, ezt klumpával viselték, szobában levetették a klumpát, és akkor így talpalva viselték. Az alsó szoknyái azok színesek, mert hétköznapi divat volt, hétköznapon nem hordtak fehér alsó szoknyát. Ez egy kis kékfestő ruha, amit általában hétköznap délután csarnokba mentek, erre-arra viseltek. A németek tovább dolgoznak a pacsker mintagyűjteményen. Mára már közel 300 mintával rendelkeznek. Különleges sportesemény részesei lehettek a bonyhádiak és a Bonyhádi Sportcentrumba látogatók. Első alkalommal rendezték meg a településen a Fit Motion elnevezésű egésznapos fitness őrületet. Közös bemelegítéssel alapozták meg az egésznapos lendületet a Fit Motion elnevezésű különleges sporteseményen, a nemrégiben megújult Bonyhádi sportcsarnokban.
Az egésznapos fitness őrületet első alkalommal szervezte meg a tavalyi évben megalakult Bonyhádi Sportcentrum. Amikor már létrejött ez az intézmény, akkor már tudtuk, hogy fogunk valami hasonlót csinálni, csak a megfelelő időpontot kellett megtalálni. Tavaly évben vettünk egy nagyon szép mobil színpadot, pontosan ezzel a céllal, hogy szeretnénk rendezni egy fitnapot, és február környékén el is kezdtük szervezni, lehet, hogy egy kicsit későn voltunk vele, de mindenképpen szerettünk volna valamit csinálni. Annak érdekében, hogy megtudjuk azt, hogy van-e létjogosultsága itt a városunkban egy ilyet tenni, ilyet létrehozni, de én úgy látom, hogy van, és a következő is már tervben van. Szeptember végén, vagy október elején fogjuk tartani a következőt. Úgy tervezzük, hogy mindig tavasszal egyet, illetve ősszel egyet csinálunk, különböző előadókkal, és az sem titok, hogy az őszi rendezvényre már valami nagyon nagy országos hírű vendég is fog érkezni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó rendezvény, elsősorban ugye a hölgyeket mozgatja meg, de mivel szeretjük a hölgyeket, ezért próbálunk nekik segíteni ilyen szempontból is. Valóban többnyire a hölgyek sorakoztak fel a színpad előtt, szinte az egész termet megtöltve, akik a nap során különböző mozgáskultúrákkal ismerkedhettek meg. Az egyes mozgásformákat oktató prezenterek segítségével olyan népszerű edzéseken vehettek részt, mint a zumba és a jóga, vagy a kangú és a TRX, de egészen új, hazánkban még nem elterjedt sportokat is kipróbálhattak, mint például a gymstick vagy a pound. Nagyon szeretek mozogni, és nagyon örülök, hogy végre Bonyhádon is van egy ilyen nagyszabású rendezvény, és hogy ennyien eljöttek, az külön öröm, mert ugye a sport ugyan egyénileg is élmény, de azért közösségben mégis csak lendületet kap az ember, és sokkal jobban érzi magát, és ez a lendület úgy gondolom, hogy jó hosszú ideig kitart itt nagyon sokak számára, és minden héten, vagy hát rá általán a rendszeres sportolásra. A Bonyhádi Sportcentrumhoz nem csak a sportcsarnok, de egy ifjúsági tábor és szabadtéri sportpályák is tartoznak. A csarnokban jelenleg többnyire a helyi iskolák testnevelés órái zajlanak, de a működtetők szeretnék jobban, több mindenre kihasználni az impozáns létesítményt. A berendezés és a felszereltség lehetővé teszi például, hogy csoporttalálkozóknak, zenés eseményeknek, vagy akár gasztrofesztiválnak is otthont adjon az épület, de természetesen elsősorban a mozgásra szeretnék fektetni a hangsúlyt, és minél több sporttal kapcsolatos rendezvényt életre hívni. A sport az mindenre megtanít, nevel, önfegyelemre oktat, és a gyerekeket is tényleg arra neveli, hogy minden nap mozogjanak, akkor sokkal egészségesebbek leszünk. Az év motivációs előadásával Bonyhádra látogatott Vujić Trtko, horvát származású magyar író, újságíró, televíziós személyiség. A bonyhádiak és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központba látogatók egy izgalmas és felejthetetlen este részesei lehettek. Kedves barátaim! Így köszöntötte Vujić Trtko a bonyhádiakat és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központba látogatókat, akik egy izgalmas és felejthetetlen estét tölthettek el a föld körül a Pulitzer emlékdíjas, horvát származású magyar író, újságíró, televíziós személyiség előadásának köszönhetően. Az év motivációs előadásaként emlegetett Túl minden határon című program rengeteg nevetést, még több kalandot és legyőzhetetlen erőt ígért a résztvevőknek. A népszerű előadó utazási élményein alapuló színházi előadásaival járja az országot, sőt a világot. Ezúttal Bonyhádra látogatott. Na most én teszek majd egy nagy kört Észak-Koreától az északi sarkig, a Szaharától a dzsungelekig, és aztán egyszer csak megérkezünk Bonyhádra, úgyhogy nekem is lesz egy nagy köröm ma este itt Bonyhádon. Ez azt kell neked mondanom, hogy a Túl minden határon az leginkább egy életérzés. Egy életérzés, ami arról szól, hogy a magyar egy rendkívül tehetséges nép, és mégis oly panaszkodó nagyon sokszor, és az utolsó 10 percben annyit azért spoilerezek a saját előadásomból, hogy koromsötét lesz ebben a teremben. És abban a koromsötét 10 percben fognak ezek az emberek itt a legtöbbet látni. És még annyit spoilerezek, hogy a legelején azt mondom, hogy a végén nem merjen tapsolni az, aki úgy érzi, hogy jóban megnéztük, van baseball sapkája, mint a tévében, mert ez igazából nem az én utazásom. Ez azoknak a Bonyhádi és Bonyhád környéki barátaimnak az utazása, akik eljöttek ide és megtiszteltek engem a bizalmukkal ma este.
A motivációs előadás célja, hogy felemelje, erősebbé tegye a hallgatóságot. Egy átlagos szülőpár egy tizedszer annyiszor mondja ki a gyermekének egy nap, hogy igen, szuper, nem így jó, de segítek, csináljuk minden, mint azt, hogy nem, nem jó, ne csináld. Miközben a világ egyik legnagyszerűbb helyén élünk, mindig sikerül észrevennünk, hogy hol üres a pohár, miközben félig tele is van. És teljesen felesleges dolgokon bosszankodunk. Én ma este megpróbálom megmutatni az embereknek azt, hogy mennyire felesleges dolgokon bosszankodunk, bosszankodni pedig az, hogy más hülyeségén, saját magunkon bosszút állni. Szóval én szentül hiszem azt, hogy boldogabb, de leginkább erősebb embereket fogok ma este látni, és erősebb embereket fogok útjára engedni 2 óra múlva. A föld körüli út átélésében videófelvételek is segítségükre voltak a nézőknek, de az előadás még ennél is fontosabb része volt, amit nem láthattak, és amihez a képzeletüket kellett használniuk, azután pedig személyes történeteiket előtérbe helyezniük. Ha nem vagyunk rendben, tisztában magunkkal, ha nem vagyunk elég erősek magunkkal, akkor bizony nem fogjuk tudni a saját álmainkat megvalósítani. Annyit szeretünk álmodni, de utána van egy kérdés, hogy mennyi kifogást tudunk felsorakoztatni az amellett, hogy mi ezt miért ne érjük el. És azt is oda tudjuk tenni, hogy de miért szeretnénk annyira. És itt ma este, majd az utolsó 10 perc előtt elmondom, hogy jön majd az önök előadása, a ti előadásatok az utolsó 10 percben, és a meg annyi korlát. És majd kiderül ma este, hogy az emberek átbuknak-e a korláton, vagy összetörik a saját korlátukat. Hogy ez kinek miként sikerült, és hogy kinek mit adott a produkció, az teljesen egyénfüggő. Nyilvánvaló, hogy a te édesanyádnak a húslevese a legjobb a világon. Így van? Meg az enyém, meg a tiéd, operatőr barátom, meg az itt lévőké. Mindenkinek a saját anyukája a húslevese a legjobbja. De érdekelt már valaha téged, hogy mikor teszi be pontosan a répát, és mikor a tésztát, és mikor rottyantja meg a leves? Nem, a végeredménye fontos. Úgyhogy ha egyszer majd ott ülsz, végigülöd, magad tudod majd megadni magadnak a választ, és nem nekem kell ezt megmondani. És hogy mi az, amit a fellépő biztosan mindenhová magával visz? Egy baseball sapkát, és minden, ami mögötte van. Ahhoz képest, hogy semmilyen komolyabb tétje már nem volt az NB1B elit kategóriájában lejátszott Bonyhádi KSE, Omnia Békés mérkőzésnek, ez a két csapat esett ki a piros csoportból, a játékosok igyekeztek amilyen örömkosárlabdát bemutatni. Mint ahogy a bajnokság alapszakaszában a néhány szoros meccsen, a végjátékot most is elbukták a sárgák, akik már az NB1B zöld csoportjában szerepelhetnek a jövő évi bajnokságban. A szokásos sárga szerelésében játszó Bonyhád hátrányos helyzetből indult a 13. illetve 14. hely eldöntéséről szóló második mérkőzésen. A Völgységieknél ugyanis alapembernek számító somogyhoki testvérpár egyike, sem Péter, sem Szabolcs nem szerepelt ezúttal a csapatban. Szabolcs egy meccses eltiltása miatt, Péter ugyan pályára léphetett volna, de Morgan Frigyes vezetőedző ezúttal úgy döntött, mivel nincs igazán tétje már ennek a meccsnek, újabb fiatalokat próbál ki, aminek a velük foglalkozó másodedző Rutkai Péter felettéből jut. Nem akartuk, hogy itt az öregek játszanak 40 percet, és akkor úgy nyerjünk esetleg, mert úgy gondoljuk, annak semmi értelme. Itt a fiataloknak is szerettünk volna egy játék lehetőséget adni, és adott is a Frici. Úgyhogy ők is megpróbáltak kicsit fölvenni, akik esetleg kevesebbet játszottak az idénbe. Dologi Gergőről, Csobán Dávidról, Jakab Mártonról van szó, de Varga Edvinnek is újra bizalmat szavazott a szakvezetés. Olyan kiegyenlített volt ez a meccs, mint az egy héttel korábbi Békésen lezajlott találkozó. Egy kosár itt, egy ott, egy faul itt, egy amott, és a három pontosok dolgában is mindig jött a túloldalról gyorsan a válasz. A harmadik negyed már a vendégeké volt egyértelműen, előbb 8, majd a záró negyed elején már 10-del is ment a Békés. Ekkor felerősödött az a lelátó plegyka, lám-lám mégsem akar harmadik meccset a Bonyhádi csapat, megkímélve magát a Békésre történő hosszú, kényelmetlen újabb utazástól. Hamar jött a pályáról a cáfolat, hisz mind a palánkalól, mind mezőnyből is jöttek menetrendszerűen a Bonyhádi kosarak, és az ezen a meccsen a tőlem megszokottól a pontszerzésben is aloványabb, a csapathoz nyáron Paksról érkező fiatal kulcsjátékos Kub Bence megrázta magát, és stílusosan szép mozdulatok után nagy szólóval szerzett kosárral kiegyenlített a hazai csapat.
Egy perc 40 másodperccel a vége előtt is 85-85 volt az állás, ezt követően a védekezésben többször is olyan hibákat követtek el, nevezetesen fölöslegesen faltoltak a bonyhádiok, miután a büntetőkből a Békés 4 pontot is tudott szerezni. És ez elég volt a 3 pontos végső sikerhez. Mivel hogy 3 másodperccel a vége előtt a bonyhádi Kismilán távoli tripla kísérlete lejött a gyűrűről, így a második győzelmével az utolsó előtti hely, nem most ugyan nem szoroz, a Békésieké lett, de ezzel együtt ők is kiestek az NB1B elit csoportjából. Bonyhád Békés 88-91, az összesítésben 2-0. Hát így alakult a vége, sajnos nyerhetünk is volna, tényleg egy kiki meccs volt, de igazából sok minden veszteni való nem volt egyik csapatnak se. Ha már a fiatalok kerültek szóba, a Bonyhádban októbertől a felnőttek között is kiemelkedett a 18 éves Paksi U20-ból érkező Pup Bence, aki a hátán vitte sokszor a Bonyhádot az egész bajnokságban, igazán nem rajta múlott a kiesés. Nagyon örültem, hogy ide hívtak, hogy itt játszhassak. Hát nekem ez nagyon nagy fejlődés volt szerintem az egész évben. Az U20-as meccsekhez képest mennyiben más egy NB1-s felnőtt meccs? Hát mit éreztél benne? Hát ez egy másabb szint azért. Itt azért olyan kvalitású játékosok vannak, nagyobb testű, izmosabb, erősebb emberek. Hát igazából ez egy nagyobb feladat volt az, mint az U20-as bajnokságban játszani. Szerintem sokat fejlődtem ebbe a szezonba. Szeretném jövőre is itt folytatni. Persze ehhez még meg kell egyezni a bonyhádi kulcsemberrel, Bencével. A paksi játékost ugyanis csábítják más csapatok, olyanok, amelyek bent maradtak a piros csoportban. A Bonyhád, mint kieső, a zöld csoportban folytatja várhatóan a 2019-2020-as szezon. De egyébként még sok a kérdőjel a bonyhádi férfi kosárlabdában közeljövőjével kapcsolatban. Még tárgyalások folynak itt a játékosokkal, a jövő csapata, jövő évi csapat keret még nem alakult ki, van, aki már igen mondott, valakivel még nem is ültek le beszélni, úgyhogy még nem tudok én sem konkrétumokat mondani. Én úgy gondolom, hogy azért csapatnak a nagy része az azért meg fog maradni, így ahogy volt, lehet, hogy lesz egy-két változás, de szeretnénk ezt a magot megtartani. Azért most itt van 5 olyan fiatal, akik a fiatal szabálynak is megfelelnek, és itt még évekig tudnak segíteni ebbe a bonyhádi csapatnak. Az, hogy egy 23 év alatti játékosnak mindig a pályán kell lennie az NB1B-ben is a következő szezonban, bizony nehezíti a fiatal játékosok leigazolásának lehetőségét, és föl is veri az árukat. Még nehezebb lesz úgymond tehetséges fiatalokat elcsábítani, mert az A-csoport biztos, hogy le fogja őket vadászni, sőt, még azt mondom, akik itt vannak és tehetségesek, még azokra is külön vigyázni kell úgymond. Úgyhogy meg Bonyhád úgy gondolom egyébként is ilyen szempontból kicsit kiesik a Pixisből, mert itt van közelbe Pécs, itt van Paks, akik elcsábítják ugye az emberkéket, meg hát ide azért nehéz egy ilyen úgymond amatőr csapathoz ide csábítani játékosokat, akik ugye meghatározó szerepet tudnak betölteni és húzni tudják a csapatot. Rutinos idősebb képzett játékosok leigazolását nem bírja el a bonyhádi klub költségvetése. A piros csoportban információink szerint havi 500 000 igénye van egy képzett játékosnak, és az ebbéli elképzelés az NB1B zöld csoportjában sem sokkal kevesebb, és nagy valószínűséggel a bonyhádiak számára 2019 tavaszán sem lesznek elérhetők az akkori árviszonyok ismeretében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!